Sziasztok! Én Nagy Kornél vagyok, és ez a vlog első része. 2020. január 3-a van, és itt vagyunk lent a Dunaparton. Ebben az első részben, mivel hogy január eleje van, új év, új célok, szeretnék kicsit a fogadalmakról, illetve a célkitűzésekről beszélni, és elmondom azt is, hogy én milyen célokat tűztem ki idénre. Új év, új én, és rengetegen tesznek különböző fogadalmakat, hogy mi mindent fognak megváltoztatni az adott évben, és ezek a fogadalmak általában tartanak körülbelül másfél-két napig. Ennek pedig az egyetlen oka, hogy mindenki óriási változásokat szeretne, és azonnal. Viszont a kettő nem megy együtt. Tehát vagy kicsit változtatunk azonnal, vagy nagyot változtatunk sokára. Én mindenképpen azt ajánlom, hogy változtassunk kicsiket hamar, és a sok kicsi sokra megy alapon, előbb-utóbb jön a nagy változás is. Életmódot változtatni nem lehet egyik napról a másikra, mert hogyha nagyon nagy lánggal égetünk valamit, akkor az sajnos hamar hamuvá lesz. A kulcs mindenképpen a sok-sok apró változtatásban és mindennek a hosszú távú alkalmazásában rejlik. Én nem vagyok az a típus, aki valamilyen dátumhoz köti azt, hogy mikor tűzzön ki új célokat. Általában inkább csak azoknak a megvalósítását szoktam valamilyen időkorláthoz kötni, mert egyébként sajnos hajlamos vagyok a halogatásra. Viszont ebben az évben pont úgy jött ki, hogy január eleje van, és nekem három új célom is van, és mindegyiket idén szeretném megvalósítani. Az első, ami talán nagyon aktuális ennek a videónak a szempontjából, hogy ebből a részből legyen még 51, azaz minden héten jelentkezzek egy új adással. Akik már régebb óta követik a csatornámat, feltűnhetett, hogy eléggé változó, hogy mikor és hogyan rakok ki különböző tartalmakat, aminek leginkább az az oka, hogy néha nagyon sok kedvem van videózni, és nagyon sok téma jut eszembe, néha meg se téma, se kedv nincs hozzá. Viszont a csatorna fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy valamilyen rendszert vigyek a videók feltöltésébe, éppen ezért lesz jó, hogy ezentúl minden hétfőn láthattok majd legalább egy ilyen adást. A második célom, hogy minél előbb nyomdába kerülhessen végre a könyvem, amihez leginkább csak be kéne fejezni végre. A harmadik cél pedig, hogy az edzésben is visszatérhessek a régi súlyaimhoz. Sajnos az utóbbi időben rengeteg olyan dolog volt, ami az edzést háttérbe szorította. Szakdolgozatot írtam, államvizsgáztam, költözködtem. Így sajnos háttérbe szorult az edzés, viszont most már minden a helyére került, úgyhogy ideje újra erősnek lenni. Ha te is tűztél ki célokat idénre, mindenképpen írd meg a komment szekcióban. Alapvetően gyógytornászként végeztem, viszont edzőként dolgozom, és itt sokan meg szoktak hökkenni, hát de hogyha gyógytornászként végeztem, miért vagyok edző? Én igazándiból mindig edző akartam lenni, csak nem találtam megfelelő képzést hozzá, és végülis ezért lettem gyógytornász, mert szerettem volna egy igazán alapos, egy alapos, sokrétű képzést kapni, amivel kiemelkedő edzői munkát tudok végezni a későbbiekben. Szóval ezért lettem tulajdonképpen gyógytornász. Alapvetően most háromféle képpen dolgozok együtt tanítványaimmal. Az első az a klasszikus személyedzés jellegű. Annyi a különbség talán egy általános személyedzéshez vagy személyedzőhöz képest, hogy én nagyon fontosnak tartom az edukációt,
illetve azt, hogy kiírjam magam a programból. Szóval, hogy mondjam, tehát senki nem azért kezd el megtanulni vezetni, hogy örökké egy oktató üljön ott mellette, és csak úgy legyen képes eljutni A-ból B-be. Én is így állok a személyedzéseimhez, próbálok minél több információt átadni, mert nem abban az 1-2 órában váltjuk meg a világot, ameddig velem edz az illető, hanem abban a sok száz órában, amikor azt a rengeteg tudás és tapasztalatot, amit átadok neki, megpróbálja átültetni a gyakorlatba, és teszi ezt egyre sikeresebben, ahogy egyre többet dolgozunk együtt, és egyre jobban megérti a mi érteket. Igazándiból nálam talán ez a legfontosabb, hogy tényleges értéket, tényleges jól használható tudást adjak át minden tanítványomnak. A második típusú együttműködés, az az online coaching. Ez úgy működik, hogy minden héten küldök egy edzéstervet az adott hétre, amit mindig ugye az előző heti edzéstervre való visszajelzések alapján állítok össze. Nyilván van egy hosszú távú elképzelésem is, de ezt ugye folyamatosan finomítom. Mindig megvan, hogy az adott tanítványtól miről kérek videót az adott héten, melyik gyakorlatokról, és ugye nyilván milyen súlya, stb. És erre mindig küldök neki egy kis elemző blokkot is a videóimban, ugye arról, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, mit látok hibának, mit látok jónak, stb. És így alakul ki tulajdonképpen ez az online együttműködés. Én régen egyébként nem is hittem ebben az online dologban, de azt ott rontottam el, hogy én a valódi személyes találkozóval hasonlítottam ezt össze, és ugye ez hiba, mert nem minden tanítványnál van erre lehetőség, mert aki több száz kilométerre lakik, az nyilván nem fog személyesen eljönni hozzám. Hogyha van egy jó edző ott, ahol ő lakik, egy tényleg jó edző, akkor persze menjen hozzá, mert az tud vele személyesen foglalkozni, és az hatékonyabb, mint az online. Viszont ugye sokan szenvednek abban, hogy egyszerűen nincs jó edző azon a környéken, hiszen jó edzőből sajnos kevés van. Úgyhogy ilyenkor nagyon jó tud lenni az online. A harmadik lehetőség pedig ennek a kettőnek a keveréke, tulajdonképpen egy ilyen hibrid megoldás. Szerintem ez a legjobb egyébként, amikor van néhány személyes találkozó, néhány tényleg személyes konzultáció, felmérések, javítások, stb. És miután minden a helyére került, utána már az apró finomításokat, illetve az edzéstervezés részét online coaching keretein belül végzem el tulajdonképpen, illetve online coaching keretein belül működünk együtt, és hogyha felmerül valami olyan probléma, amit nem egészen jól tudnánk menedzselni az online coaching alatt, akkor pedig ugye újra egyeztetünk esetleg egy személyes találkozót. Ez a hibrid módszer, én, hogyha van rá lehetőség, akkor mindig ezt a módszert szoktam ajánlani a tanítványoknak. Itt vagyunk lent a teremben, úgyhogy akkor elmondom, hogy hogyan telnek most az edzéseim. Alapvetően egy visszatérő szakaszban vagyok, semmi érdekes, tehát heti 3-4 edzésem van, csinálom az alapgyakorlatokat, nyilván olyan 70-80%-os intenzitással próbálok dolgozni a mostani erőszintemnek megfelelően, természetesen mind a 3-4 edzésemet csinálom, mind az 5 alapvető emberi mozgásmintát, azokat szoktam egy picit variálni, hogy éppen most milyen cipelés, vagy milyen guggolást próbálok visszaszokni, újra belejönni a technikába, és megalapozni azt, hogy egy sokkalta élesebb, sokkalta komolyabb edzéstervezési ciklust el tudjak kezdeni. Nagyjából most erről szólnak a heteim.
vasárnap délután van, most végeztem az utolsó edzésemmel a héten, az online-osoknak pedig már tegnap este elküldtem az összes edzéstervet, táblázatot, instrukciót, videót a jövő hetükre vonatkozólag, úgyhogy ez a hét most nagyjából ennyi. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Jövő héten találkozunk, én Nagy Kornél voltam, sziasztok!